A Sárvári Oratórikus Kórus június 28-án tartotta a legújabb Magyar Szívvel című koncertjét a Tinódi Gimnázium sportcsarnokában. A kórus előadásában zenei hungarikumok szólaltak meg ezen az estén. A Sárvári Oratórikus Kórus előadására már minden jegy elkelt az előzetes regisztráció és jegyfoglalás során. Ezért a nagy érdeklődésre való tekintettel a kórus június 28-án délelőtt nyilvános főpróbát tartott azok számára, akik nem voltak elég gyorsak az esti koncertre való regisztrációban. A látványos bevonulást követően a kórustól ismét sokszínű dallamvilágot hallhatott a közönség, melynek tartalmi összecsengését a hazaszeretet és a magyar virtus adta. A Magyar Szívvel című koncerten híres és kevésbé ismert művek hangzottak fel Erkel Ferenctől Kálmán Imréig. Számos népdalcsokor és népdalfeldolgozás, valamint könnyű zenei dalok kórus átiratait is előadta az együttes, melyek kifejezetten erre a koncertre készültek. Énekeltek a Gimes, a Kormorán, a Magna Cum Laude, a Republik, a Kaláka együttesektől, és bemutatták az István a Király rockopera egy részletét is. A kórus néhány tagja néptánccal színesítette az előadást, amelyet most is Dörnyei Roland zongoravirtuóz játéka, a sok gyermekkara, számos hangszeres zenész és szólista, valamint a Sitkei citerazenekar kíséretetett hangulatossá. Az énekkar vezetője, dr. Szalai Ferencné ezúttal nem csak vezényelt, de szólt is a közönséghez. Számokba gyűjtöttem gondolataimat, mert a számok soha nem hazudnak. A mai a negyedik nagy koncertünk. Végtelenül vártuk az önökkel való találkozást. Meg is fogalmaztuk, hogy olyan ez számunkra, mint egy adventi várakozás, amelynek a fadíszítés, az ajándék készítés csak egy-egy momentuma. Számoltuk a heteket, napokat, a végén még az órákat is. A mögöttünk álló közel 2 év alatt a kórus 54 művet tanult meg. Hatékonyságunknak a tenni akarás mellett az a titka, hogy a szólamvezetők Szilágyi Krisztina, Németh Nyúl Marianna Cecília, dr. Gerbert Ottóné, Fehér Sándorné, dr. Szalai Ferenc külön-külön irányították a tanulást. A felnőtt és gyermekkórus betanulási ideje összesen körülbelül 100 tanóra volt. A gyerekkórust Stíber Józsefné és nagyné Varga Marietta segítségével oktattam. És Horváth Valéria kórusnak vezetésével készült 6 énekes, hogy magyar néptánc is megjelenjen majd az előadáson. A tanulási folyamat alatt körülbelül 125 darab doboz sütemény, körülbelül 500 szelet zsíros kenyér hagymával, amit anyósom készített, több mint 1000 liter tea és körülbelül 15 liter pálinka fogyott el. Számos kotta kórus átiratát dr. Szalai Ferencné készítette. A kottákat dr. Gerbert Ottóné digitalizálta. A termet 20 nyírfa tette hangulatossá, amelyeken 240 papírszív függött. 190 méternyi drapériával díszítették a koncerttermet. 450 meghívót osztottak szét, és 1000 darab szívet sütöttek az asszonyok, hogy a kórus ezzel is megajándékozhassa a közönséget. Nem titkolt szándékunk és vágyunk, hogy a Magyar Szívvel koncertünk feltüzelje saját magunk és a koncert közösségének a magyar szívét. A hazaszeretet érzését nagyon nehéz megfogalmazni, talán könnyebb megtapasztalni. Az előadásra készülve éreztük a tágabb és szűkebb környezetünkben, hogy bárhová mentünk segítséget kérni, mindenhonnan mosollyal, kedvességgel és támogatással tértünk haza. És ilyen egyszerű a megoldás. Ott a hazánk, ahol szeretünk élni, mert az emberek jók. És mi itt szeretünk élni. Ezt köszönjük önöknek. A közönség szívét melengető, lélekemelő koncert végén Fehér Sándorné énekelte el a Gimes Együttes Készfogás című számát, miközben a kórustagok és a közönség egymás kezét fogta, hogy egyszerre dobbanjon minden magyar szív a teremben. A Sárvári Oratórikus Kórus minden önzetlen támogató segítségét köszöni, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre ez az újabb nagyszerű koncert.